Ha jó sokáig voltatok. Van egy kis baj. Mi baj van? Lerobbant a kocsi, vagy mi van? Túl rosszabb. Nincs meg a pénz. Krisztián szerintem nagyon meg volt ijedve, még nem volt ilyen helyzetben, főleg, hogy az én szüleimről volt szó. Milyen pénz? De én úgy emlékszek, hogy virágnál volt. Igaz, virágnál volt, amikor kiment. Hát, Krisztiánnak adtad oda a kezébe. Mi van? Miből tök van egyszer egybeszélni, mert össze-vissza az ágyvasalkokat. Igen, mert be nem mondjatok bele. Mi nincs meg? Milyen pénz? Amit én odaadtam csekkekre, az most... Az. Hogy nincs meg a pénz? Nem tudom, hova lebe. Akkor hol voltatok eddig? Én maradjon besötétedet. Azt keresd. Hol voltatok azt eddig? Keresd. Hát nem a postán voltatok? Hát de nem bírtam befizetni, mert nincs. Nem. És akkor eddig mi voltatok két óra hosszú? Megkerestük a kocsiba. Többször fizettem a Krisztián a csekket, ilyen mi nem történt. Ilyen mi nem történt, hogy elveszett a pénz. De ebben egy csohanosság van. Csohanosság van. Most akkor magyarul nincs meg a pénz. Meg lesz, akkor most mit érzed? Tudja, hogy rá akarod tenni. Igaz, ne, gyereknek, de majd mondtam, hogy a gyerek nem elég. Hogy rendelnek a szulát, azt így akartad elvenni. Be akarjátok, amit beszéljek. Látom a szádon, hogy rakjátok. Saj, elvetted a gyerektől 260 ezer forintot. Tuti, hogy ő vette. Hányó! Hát fejem maráljuk, rám kedik, mert én vagyok a legfiatalabb.